Néhány nappal ezelőtt megnéztem több dokumentumfilmet a globális felmelegedésről, és az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ez is egy nagyon égető probléma, viszont szerintem az is, hogy nem csak globális felmelegedés folyik, zajlik a világban, hanem globális elhidegülés is. Milyen érdekes, hogy az időjárás egyre inkább melegszik, viszont az emberek pedig egyre inkább hidegülnek el egymástól. Szóval ez a két dolog kicsit ellentétes, de én úgy gondolom, hogy ez a kettő befolyásolja egymást, hiszen semmi sem létezik a másik nélkül, és valahogyan azt érzem, hogy eljutottunk egy olyan állapotba, egy olyan pontba, amikor tényleg nagyon fontos lenne, hogy az ember cselekvő személyé váljon. Ennek a mai előadásnak azt a címet adtam, hogy globális elhidegülés, hiszen szerintem ez legalább akkora probléma ma a világunkban, mint az, hogy a természet is egyre inkább kerül egy olyan állapotba, ami már nem igazán tartható fent. Nagyon fontos lenne szerintem az, hogy vegyük észre, hogy nem egyedül vagyunk a világban, hanem nagyon sokan, és kezdjünk el globálisan, átfogóan gondolkodni. Vagyis vegyük észre azt először is, hogy mekkora a gond, aztán gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehetne ez ellen tenni, hogyan lehetne újra együttességet képezni, hogyan tudunk mértéktartóan élni és összefogni. Szerintem ez lenne a legfontosabb dolog, hogy fogjunk össze, hogy adódjon össze a sok pozitív energia, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív energiát adhatunk át önmagunkból, és ezzel segíthetjük azt az átállást, amiben ugye ma élünk. Én nagyon sokat beszélek arról, hogy polaritás él a Földön, ami azt jelenti, hogy itt még megjelenik a negatív oldal is, de a mi dolgunk az az lenne, hogy a negatívum valamilyen formán eltűnjön, és csak egy pólus éljen, vagyis csak pozitívum. Ezt csak is úgy tudjuk megtenni, hogyha mi is önmagunkból mindig csak a pozitívumot adjuk át, azt áramoltatjuk, és a negatív, mondjuk úgy, hogy sérelmeinket, az önérzetünket pedig letesszük. Nagyon fontos lenne, hogy az ember, mint olyan, ne egóból működjön, cselekedjen, hanem a személyes önvalójából, ami egy nagyon gazdag, nagyon színes kincsestár, és csak jót tartalmaz. Szerintem a mai kor embere nagyon egós, nagyon önérzetből működik, nagyon nagy itt a sértettség, de pontosan ezt kell nekünk megugorni, vagyis azt, hogy másokért is cselekedjünk, ne csak a saját malmunkra hajtsuk a vizet, hanem fogjuk át ezt az egész élőhelyet a szeretetünkkel, a jóságunkkal, mert hogy ezt meg tudjuk tenni. Nagyon fontos az, hogy az éremnek mindig két oldala van. Ahogyan mondtam, a polaritás az működik, de a mi döntésünk az, hogy mit választunk, a pozitívumot vagy a negatívumot. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember inkább mindig a pozitívumot válassza, hiszen ez az, ami építő, ez az, ami előre visz. Nem gondolnám, hogy negatív érzelmekkel kellene itt lennünk, hiszen szerintem már nagyon-nagyon sok fájdalom, szenvedés ért bennünket, vagy okoztunk egymásnak. Szerintem már bőven elég volt, az lenne a legfontosabb, hogy újítsunk, hogy szemléletet váltsunk, és kezdjük el egymást szeretni, kezdjük el ezt a bolygót úgymond átölelni. Nagyon fontos lenne, hogy az ember mindig hálával éljen. Köszönjük meg azt, hogy itt lehetünk, köszönjük meg azt, hogy ennek a történetnek a részesei lehetünk, és azt, hogy
jól és jót is cselekedhetünk, hiszen ahogyan mondtam, döntés kérdése, megvan bennünk ez a másik oldal is, sokkal fontosabb lenne ezt kamatoztatni, ezt áramoltatni úgy, hogy másokra is gondolunk. Nagyon jó lenne, hogyha már nem a globális elhidegülésről számolnánk be, hanem arról, hogy az emberek végre összefogtak, hogy szeretik egymást ezen a Föld nevű bolygón, és hogy inkább a szívek melegedtek fel, úgymond, az időjárás pedig beállt a normális, természetes minőségébe, és már nincsenek szélsőségek. Igen, ez a szélsőségek kora, sajnos, és nagyon erős átmenetek vannak, nagyon-nagyon sok mindent át kell élnünk, nagyon sok rossz dolgot kell tapasztalnunk, de ezek szerintem mindenképpen tükrök, ezek mindenképpen tanulságok, és azt mutatják meg, hogy hol kell javítanunk, hol kell nagyon gyorsan beavatkoznunk. Mindenképpen a megoldásokat kellene szerintem latba vetni, azt, hogy hogyan tudjuk megmenteni ezt az élőhelyet. Én úgy gondolom, hogy pontosan azért jöttünk ide, és azért vagyunk itt ennyien, hogy mentő akciókat végezzünk, úgymond, és segítsünk, támogassunk, ápoljunk, regeneráljunk. Szerintem a regenerálás ma nagyon fontos lenne, nagyon erős és komoly gyógyítókra van itt szükség, pontosan azért, mert már nagyon beteggé tettük ezt az élőhelyet, többek között saját magunkat is. Nagyon sok gyógyító van, nagyon sok szeretet szolgáló ember. Olyanok, akik igenis szeretnének azért tenni, hogy itt sokkal békésebb, szebb, jobb éra legyen, terület legyen. Nagyon tisztelem az ő munkájukat, mindenkiét, aki sok lemondással él azért, hogy megmentsük ezt az élőhelyet, hiszen itt foglalunk helyet, ezen a Föld nevű bolygón. Ez a mi otthonunk, ez a mi hazánk, ezért nagyon fontos lenne az ápolása, nagyon fontos lenne az, hogy szeretettel közelítsünk felé, és az is, amit az előbb mondtam, hogy hálával éljünk. Hiszen egyelőre nem tudunk elköltözni máshová, itt kell lennünk, ezt az élőhelyet kell vigyáznunk, felügyelnünk, és jobbá tenni mindent, ami már elromlott. Hiszen szerintem nagyon-nagyon sok minden romlott el. Főleg az emberi kapcsolatok. Most gondoljátok el, hogy annak idején az emberek igazi közösségekben éltek. Ma nem igazán vannak közösségek. Én inkább azt látom és azt tapasztalom, hogy széthúzás jellemzi a mai kor emberét, sajnos. Biztosan tudjátok, hogy ma Kali, démoni időszakát éljük. Ugye ez a júga az, ami most megmutatkozik, viszont nagyon jó lenne, hogyha már átlépnénk a tudati aranykorba, és abba az állapotba, ami egy nagyon szent, nagyon tiszta, nagyon makulátlan, békés éra. Én nagyon szeretnék már egy nyugalmasabb világban élni, de gondolom nem csak én vagyok ezzel így, hanem nagyon sokan. Sajnos ez a mai korszak nagyon elidegenedett, és azt láthatjuk, hogy a családtagok is széthúznak, hogy nem tudunk együttességet kovácsolni, hogy nagyon sok az acsarkodás. Van valami nagyon mély sértettség a mai emberekben, és én azt látom, hogy nagyon sokan támadják a másikat, csak azért, mert esetleg egy picit másképpen gondolkodnak. Szörnyű azt látni, hogy például az interneten nincs olyan megnyilvánulás, nincs olyan fórum, vagy akár film, riport, vlog, ami alá ne írnának negatív kommenteket. Én nagyon régóta dolgozom az interneten, több ezer előadást tanulmányoztam át, rengeteg, több száz előadót ismerek, folyamatosan figyelem azt, hogy ki mit nyilvánít meg, ki mit közöl ezen az éteren, és azt látom, hogy ahogyan mondtam, nincs olyan ember, akit valamiért ne támadnának, hogy ne legyen egy-egy olyan hozzászólás, ami negatív. Én ebből mindig azt érzem ki, hogy ezeknek az embereknek valami nagyon fáj, de nem az fáj, amit leírnak, vagy elmondanak mások, vagy akár én, hanem az fáj, hogy
tehetetlenek, hogy vannak olyan feldolgozatlan problémák az életükben, amit nem tudtak megoldani. És ezeket vetítik ki másokra. Ez soha nem jó. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember elsősorban, sőt mindig önmagán változtasson. Írjuk fel ezeket a sérelmeket. Nagyon sokféle technika van, én is ismerek, és az elemzések által leírom ezeket a módszereket, hogy hogyan tudod önmagadat sokkal békésebbé, kiegyensúlyozottabbá tenni, úgyhogy ne bánts másokat. Nagyon-nagyon fontos ebben a történetben a Globális Elhidegülés című anyagunkban, hogy ne árts másoknak, és természetesen saját magadnak sem, hiszen ahogyan mondtam, ez nem vezet célra. Mindig ugyanabban a meddő ügyben fogsz tapogatózni, mindig ugyanabban a dologban fogsz benne maradni, abban a negatív érzésben és aspektusban, ha folyamatosan csak azzal vagy elfoglalva, hogy mások mit tesznek, vagy mit nem tesznek meg. Önmagadat kell. Önmagunkat kell elsősorban rendbe tenni. Nagyon fontos a rendezés, nagyon fontos az, hogy az ember itt folyamatosan rendet teremtse. Mi azért jöttünk ide, hogy jó szolgálatisággal éljünk, hogy adjunk, hogy áramoltassunk, hogy rendet tegyünk. Igen, rendet kell tenni a földön, hiszen tudjuk azt, hogy nem csak az sújt bennünket, hogy felmelegedett a mondjuk úgy, hogy a hőmérséklet, és olvadnak a jéghegyek, és egyre forróbbak a nyarak, és pusztulnak ki azok a akár élőlények, akár azok az adottságok, amelyek eddig itt voltak, éltek, hanem az is, hogy hát mondjuk úgy, hogy saját magunkat is kipusztítjuk, de főleg érzelmileg. Hiszen olyan mértékűvé vált az elhidegülés, hogy én azt tapasztalom, hogy a mindennapunkat is nagyon megnehezíti ez az állapot, és én megmondom őszintén, hogy sokszor már alig merek kimenni az utcára, mert valahogy mindig találkozok egy olyan emberrel, aki elfordítja a fejét, aki fintorog, aki rosszakat mond, aki úgy néz rá egy másikra, hogy egyszerűen nem értem, hogy mi a probléma. Nagyon nehéz ez a korszak, nagyon nehéz ez az átállás, és az, amíg eljutunk A-ból B-be, az, amíg eljutunk a mi tudati édenünkig, ahol szeretjük majd egymást. Annyira jó lenne, hogyha egymás önvalóját vennénk észre végre, és nem a külsőséget. Nagyon anyagias ez a világ, nagyon látványvilágban élünk, és mindenki azt firtatja, hogy kinek milyen van, milyen nincs. Ma támadják a szegényeket, akiknek nincsenek anyagi javaik, de támadják azokat is, akik egy kicsit jobban tudtak gyarapodni, bár szerintem nem az a cél, hogy anyagilag gyarapodjunk, hanem az, hogy érzelmileg. És valószínű, hogyha érzelmileg gyarapodnánk, és egymásra jobban odafigyelnénk, és szeretnénk egymást, a bolygót, a létezést, ezt az egész világmindenséget, akkor sem globális felmelegedés, és globális elhidegülés sem lenne. Tehát egyik sem létezne. Nem lenne, mert akkor kiegyensúlyozottá válna ez a föld. Tudjuk azt, hogy micsoda energiarablás van itt, tudjuk azt, hogy vannak, akik sajnos nem azért jönnek ide, hogy adjanak, áramoltassanak, hanem azért, hogy elvegyenek még többet és még többet. Hihetetlen kabzsi ez a korszak. Hihetetlen, hogy begyűrűzött ide ez a szemlélet, vagyis az, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy az a legfőbb cél, és az az életnek a lényegisége, hogy itt állandóan elvegyünk, hogy itt állandóan kifosszuk azt, ami itt van, mert tulajdonképpen a közösből vesznek el azok, akik elvesznek, hiszen ami itt fellelhető, az minden emberé. Mindenkié. De ugye mégis nagyon sokan úgy élnek, és egyébként nekem mindig az jut eszembe, hogy ők felnőtt emberek. Tehát oké, hogy esetleg egy gyerek, egy kisgyerek még, esetleg az egójából működik és elvesz. De egy felnőtt ember? Hát a felnőttek kifosztják egymást. Hát ez nekem annyira furcsa. Én úgy gondolom, hogy ez a Föld nevű bolygó ilyen formán, vagy az itt élő emberek még nem igazán nőttek föl. Mert hogyha így lenne, akkor nem lenne elhidegülés, akkor nem lenne magántulajdon egyáltalán, csak közösségek léteznének, és megosztások. Hát én egyébként azt látom, most ez egy nagyon banális példa lesz, hogy a Facebookon se osztjuk meg egymás gondolatait. Én 5 éve, hangsúlyozom, 5 éve dolgozom
a közösségi felületeken minden áldott nap. Több ezer cikket osztottam meg, több ezer tananyagot, rengeteg előadást, nagyon-nagyon sok technikát, módszert, ismeretet. Nem győzöm osztogatni ezeket az anyagokat azért, hogy talán egy kicsit jobbá tegyük a környezetünket, egymást és a szíveket is. És én azt látom, hogy még a közeli ismerősökre sem lehet számítani ebben. Engem például egyáltalán nem támogatnak az ismerőseim 5 éve, ők homokba dugják a fejüket, és úgy csinálnak, mintha ez az egész nem is létezne, és nagyon-nagyon sajnálom őket, nagyon sajnálok titeket, hogy egyszerűen annyira egósak vagytok, és megmondom őszintén, hogy nagyon sok ismerőstől én meg is váltam, én nem foglalkozom velük, mert annyit nem hajlandóak segíteni, hogy ezeket az ismereteket, a jobbá tételeket egy gombnyomással esetleg megosszák, vagy áramoltassák, én azt látom rajtuk, hogy csak a saját malmukra hajtják a vizet, csak az a fontos nekik, hogy hová mentek el nyaralni, hová mentek el üdülni, mit tudtak megint megvenni, megszerezni, vagy esetleg elvenni egy másik embertől, hogyan tudták ma is jól teletömni a hasukat, de azzal nem foglalkoznak, hogy itt igenis nagyon kemény, komoly, égető problémák vannak, és bizony, ők is, ti is tehetnétek azért, hogy ez jobb legyen. Én azt látom nagyon sok emberen, főleg azokon, akikről én beszélek, hogy várják a sült galambot a szájukba. A sült galamb egyrészt nem tud már repülni, és nem is fog belerepülni a szátokba. Nektek kell tenni azért, hogy jobb legyen ez a világ, de azzal nem fogtok, vagy azzal nem lesz jobb ez a világ, hogy te minden héten, vagy hónapban elmész egy wellness szállodába, és áztatod a valamidet, és betömöd az 50. fagylaltodat, vagy a 100. hamburgeredet, és lefényképezed, hogy te megint milyen jót kajáltál. Nem, nem ettől lesz jobb a világ, hanem attól, hogy fölállsz a karosszékedből, és te is teszel. Remélem, hogy azok is hallgatják ezt az előadást, akik így cselekednek, és remélem, hogy tudják azt, hogy ez nekik is szól. Én megmondom őszintén, hogy nagyon, hát nem azt mondom, hogy mérges vagyok, mert nem vagyok mérges, mert tudjuk nagyon jól, hogy a méreg az nem jó, és ugye mi pontosan arról beszélünk, hogy tisztítanunk kell. Én csendben figyelek, és 5 éve figyelem azt, hogy ki mit jelenít meg, hogy ki mit tesz a közösségért, és sajnos azt látom, hogy nagyon kevés ember az, aki beáll, nagyon kevés az, aki valóban foglalkozik a többiekkel, aki észreveszi azt, hogy nem csak ő van ezen a világon, nem csak a szűkebb környezet, a családja, hanem észreveszi azt, hogy mi vagyunk egy nagy család. És nekünk igenis kötelességünk mindenkiért tenni, az egész világért, az egész földért, hiszen mindenki a földön foglal helyet. Hát a lakásodat is kitakarítod, azt is ápolod és gondozod, akkor miért nem lehetne nyitni, miért nem lehetne arra gondolni, hogy ezt az egész földet is védenünk kellene. Hiszen ha nincs föld, akkor lakásod sem lesz, sőt az autódat sem tudod sehol megvenni, sőt a családodat sem tudod hova elhelyezni, mert nem lesz hova. Pontosan ez a legfontosabb. Mert hol fogunk helyet foglalni akkor, ha mondjuk a globális felmelegedés és a globális elhidegülés olyan méreteket ölt, hogy nincs tovább. Most még van. Még van, de ki tudja, hogy meddig. És ugye sokszor már csak akkor vesszük észre a bajt, amikor az már létrejött. És utána nagyon sokan kapálóznak, és azt sem tudják, hogy mit tegyenek. Szerintem az lenne a legfontosabb, hogy ébredjünk már föl, és vegyük már észre, hogy mi zajlik itt. Hát ti nem veszitek észre, hogy mi van? Nem veszitek észre, hogy mennyire elhidegültünk? Nem veszitek észre azt, hogy már 2 ember is alig tud leülni egymással beszélgetni? Hogy nem tudjuk egymástól megkérdezni őszintén, hogy te hogy vagy? Nem tudnak az emberek egymásnak segíteni, mert azt gondolják, hogy mindenki maga tehet az önmaga sorsáról, és nekünk nem kell segíteni, de a mai kornak pontosan az a legfontosabb feladata, és a legkeményebb tükre, hogy igenis itt nekünk segítséggel kell élnünk minden percben, minden órában. Hiszen eljutottunk a béka fenekéig. Eljutottunk odáig, hogy nincs tovább. Hogy most kell fölállni, most kell cselekedni, és nem wellness szállodákba járni minden hónapba, meg megvenni a drága cuccokat, nem ebbe kellene energiát fektetni, mert ez már senkit nem érdekel. Mondhatnám azt, hogy a kutyát nem érdekli, hogy neked hány ruhád van a szekrényedbe, engem nem érdekel.
hanem az, hogy hány embernek segítettél, adtál-e enni az éhezőnek, felemelted-e azokat, akik mondjuk az utcán élnek. Te mit tettél meg azért, hogy ez a bolygó sokkal szebb legyen, jobb legyen? Vagy te csak mindig elveszel? Te csak mindig kényelemben élsz? Hát ez nagyon nem jó. Folyamatos lemondásokkal kell élni szerintem, és mindent át kell adni, vissza kell adni, vagy el sem kell venni. Ez lenne szerintem a megoldás, a mértéktartás. És ez nem csak mondjuk az élelmiszer igaz, mert ugye nagyon sokan felhalmoznak, nagyon sokan teletömik állandóan a hűtőjüket, aztán nem győzik kidobálni az élelmeket, mert egyszerűen képtelenek elfogyasztani, hanem az lenne a legfontosabb, hogy egyrészt ne legyen tömegtermelés, mert miért van? Azért, mert az emberek kabzsik. Ha nem lennének kabzsik, és mindenkinek elég lenne mindenből egy, nem lenne tömegtermelés. Megszűnnének a gyárak. És nem ontanák ki magukból azt a nagyon sok káros anyagot, amit ontanak. És az emberek megtanulnának szerényebben élni. Igen, azt hiszem, hogy a megoldás, a globális, hathatós megoldás a szerénység lenne, és a mértéktartás, és a józanság, a tisztaság, a szelídség. Ha szelídséggel élnénk, és hálát tudnánk azért adni, hogy itt vagyunk, ennyien vagyunk, és hogy beszélgethetünk, és szerethetjük is egymást, akkor nem lenne ez a nagyon sok előadás, nem lenne az a nagyon sok cikk, amit az elmúlt években létrehoztam, azért, hogy hát ha fordul valami. Hát ha globális pálfordulásról beszélhetnénk, arról, hogy megváltozott a Föld, megváltoztak az emberek, hogy végre szeretjük egymást. Ugye már annyi mindent létrehoztunk. Olyan sok mindent feltalált az emberiség. Már mindent feltúrt. Már mindenhova eljutott. De egy dolgot még a mai napig nem tudtunk megoldani. Azt, hogy mindenki szeresse a másikat. Hogy szeressük ezt az élőhelyet. Hogy globális kézfogás legyen. Ezt nem sikerült létrehozni. Szóval ne legyünk magunkra szerintem annyira büszkék, és nem utogassuk azt, hogy mit tudtunk megszerezni, bár megmondom őszintén, hogy én 15 éve rettenetesen kemény lemondásokkal élek mindenféle szempontból, pontosan azért, hogy idáig eljussak szemléletben, és azért, hogy segítsek, hogy áramoltassak, és én soha nem nézem önmagamat, mindig azt nézem, hogyan tudok adni, hogyan tudok akár gondolatokkal, akár szemléletváltással pozitív energiát áramoltatni mindenhol. És az a csodálatos, hogy ezek az előadások a Föld különböző pontjaira eljutnak az internet segítségével. Nagyon-nagyon sok országból követnek minden hónapban. Körülbelül 50 országból követik ezeket a gondolatokat és előadásokat. Csodálatos az, hogy megmondom őszintén, hogy én azt látom minden egyes statisztikai adatban, vagy elemzésben, hogy igen, majdnem az összes helyre eljut ez a megfogalmazás, ez a gondolatiság, és ez nagyon-nagyon csodálatos. Csodálatos az, hogy az ember így is tehet, hogy tevőlegesekké válunk, válhatunk. Én nem győzöm azt hangsúlyozni, hogy adjunk, hogy áramoltassunk, hogy éljünk jó szolgálatisággal, hogy támogassunk. Én nagyon-nagyon sok energiát teszek ebbe, és mindenféle módszer, technikát és megoldási lehetőséget felvázolok azért, hogy minden ember adakozó személyé váljon. Ha adakozóak lennénk, és nem kabzsik, és nem szerzők és birtoklók, akkor csodálatos lenne ez az élőhely. Akkor nem pusztulnának el azok az élőlények, azok a természeti adottságok, amelyek itt fellelhetők, hanem Édenben léteznénk, akkor nem lenne elhidegülés, és akkor ez az előadás sem született volna meg. Egyébként megmondom nektek őszintén, hogy sokszor nagyon nehéz ezeket létrehozni, de mégis teszem ezt a feladatot, mégis végzem azért, hogy hát ha megmozdul valami a szívekben, hát ha sokkal jobbá érik a lelkünk. Olyan nagyon fontos lenne, hogy felnőjünk lelkileg. Annyira fontos lenne, hogy észrevegyük, hogy milyen nagy a baj, hogy felnőttekké váljunk szeretetben, humánumban. Én ezt a szót szerintem már több ezerszer kimondtam. Azt, hogy humánummal kellene élni. Én nagyon-nagyon sokat hangsúlyozom, de nem csak most. Tulajdonképpen én gyerekkorom óta azért dolgozom a médiában, 15 éves korom óta, bár már óvodás korom óta
szerepeltem, és mondtam, nem tudom én, verseket, és színdarabokat, és minden olyan dolgot, ami talán azért, tehát azért voltak ezek fontosak, egyrészt, hogy közösségeket kovácsoljunk, másrészt pedig, hogy beszéljünk egymáshoz. Nagyon fontos az, amikor az ember kiáll, és elkezd beszélni, és elmondja, hogy ő hogyan látja a világot, és hogy ő milyen megoldásokra jutott, vagy milyen lehetőségek vannak arra nézve, hogy, hogy igenis jobbá tegyük a környezetünket, és egyébként én azt látom, és azt is mondom el, hogy rengeteg alternatíva létezik. Hát csodálatos az, hogy mindig vannak újabb és újabb felfedezések, újabb és újabb ügyek, vagy alternatívek, amelyekkel dolgozhatunk. Nagyon sok lehetőség van, rengeteg. Tehát nem muszáj a régi avit szemléletet követni, már régen túlszárnyaltuk ezt, már régen ki kellene lépni a tudati vaskorból, mi már az aranykor felé haladunk, oda, ahol jó, oda, ahol békés, ami tiszta, ami józan, ahol összefogás él, ahol szeretik egymást az emberek, és mondjuk nem ölik meg az állatokat. Jelentem, én most már hónapok óta vegetáriánus vagyok, ez azt jelenti, hogy nem eszem húst, bár nekem már korábban is voltak ilyen időszakaim, és most már tudatosan nem eszem, nem fogyasztok húst. Egyébként ez is egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy az ember ideig eljusson tudatilag, érzelmileg, hogy te ne egyél meg egy élő állatot, egy érző lényt. Nagyon fontos ez, hogy legyünk tisztelettel az élet iránt. Igen. Azt hiszem, hogy a tisztelet a legfontosabb. Tiszteljük azt, ami itt felelhető. Tiszteljük magát, a létet, szeressük, és tiszteljük azt, hogy itt lehetünk. Tiszteljük egymás életét. Nagyon fontos. Tiszteld egy másik emberben, egy másik élőlényben, hogy ő is egy csodálatos személy, mindenkinek joga van itt lenni, hogy így kerek ez az egész. Most gondoljátok el, hogyha bármi is hiányozna, mennyire rossz lenne. Hát ezt kell alapul venni, hogy ne pusztítsuk ki a földet, hogy ne pusztítsuk ki azokat a növényeket, vagy azokat az állatokat, akik felelhetőek, mert mindenkire szükség van. Hangsúlyozom, mindenkire. Mindenki tehet jót. Mindenki megválthat. Mindenki eljuthat oda, ami egy nagyon-nagyon fontos terület, egy nagyon fontos korszak. Szerintem már nagyon sokan arra vágyunk, hogy globális pálfordulás legyen, hogy ne legyenek ilyen szélsőségek. Ahogyan mondtam az egyik előadásban, mert hogy már ugye én beszéltem erről, hogy polaritás van a Földön, és hogy hogyan tudunk eljutni az egypólusig, hogy ugye most nagyon szélsőséges a világ, és szerintem ezzel nagyon kevés ember tud kiegyezni. Én sem szeretem a szélsőséget, és nagyon jó lenne, ha elérnénk a középpontot. Mindig a középút a jó, mindenben. Mindenben, és nagyon kiegyensúlyozottá válhatna a Föld maga. De ahhoz, hogy elérjük a közepünket, szerintem nagyon sok mindent le kellene tenni, főleg az anyagi szemléletet vagy nézőpontot, és ahogyan mondtam, sokkal kevesebb dologgal kellene élnünk, mert ha így lenne, akkor ha mértéktartóan élnénk, akkor nem következtek volna be azok az állapotok, jelenségek, amelyek ugye megtörténtek. Nem tudom, hogy törvényszerű volt-e az, hogy ideig el kellett jutni, de ahogyan mondtam, ez mindenképpen egy nagyon éles tükör az emberiség számára, vagyis szerintem, hát nekem az a tanulság, vagy egy olyan konzekvenciát tudok ebből az egészből levonni, hogy nem vagyunk még elég jók. Tehát én mindig azt érzem, hogy még első osztályosok vagyunk, tehát valamiért nem tudunk följebb lépni. De egyébként az is eszembe jutott tegnap este, azt hiszem, igen, hogy az lenne a legfontosabb, hogy egyénileg kössünk békét. Mármint persze tudom, nagyon sokan hangsúlyozzák, hogy saját magaddal kell először békét kötni, igen, ez az alap. De hogy az is nagyon fontos lenne, hogyha most mondjuk van neked egy-két olyan személy az életedben, akivel, vagy akikkel még nem tudtál leülni, mert valamiért te haragszol, vagy valamilyen sérelemért, vagy nem tudtatok dűlőre jutni bármiben, vagy nem néztek egymás felé, hogy akkor tegyétek meg azt, hogy béküljetek ki. Mert a béke olyan energiákat szabadít fel, vagy mondjuk úgy, hogy a békekötés, ami szerintem megválthatja ezt a bolygót. És ha mindenki egyénileg csak egy embert választana, akivel leülne és békét kötne, akkor azt hiszem, hogy eljönne a nirvána.
a békekötés hozhatja el az Édent. Mert csodálatos az, amikor az emberek kiegyeznek, megegyeznek, analógiára lelnek, amikor észreveszed, hogy egyformák vagytok, észreveszed azt, hogy tulajdonképpen nincs különbség, békét köttök, átölelitek egymást, és azt mondjátok, hogy rendben van minden. Hát ez a rend az, ami hiányzik. De először szemléletben kell rendet tenni, először a kapcsolatainkat kellene rendbe hozni. És nekem is eszembe jutott egy ember, akivel lehet, hogy békét kellene kötnöm, mert akkor még több pozitív energia szabadulna fel bennem, vagy belőlem, és ha ez felszabadulna, ha békés lenne bennem az az érzés, ami most még nem igazán az, de lehet, hogy két ilyen embert is tudok mondani egyébként, akivel még nem tudtam, vagy akikkel még nem tudtam leülni, beszélgetni, és békét kötni, és megbocsájtani. Ez nagyon-nagyon fontos, a megbocsájtás. Akkor szerintem, hát, sokkal csodálatosabb lenne minden. És gondoljátok el azt, hogyha mind a 7,6 milliárd ember leülne minimum egy emberrel, egy másik emberrel beszélgetni, békét kötni és megbocsájtani, na, hát ott lesz a nirvána, az lesz a Kánaán, és szerintem akkor tudjuk elhozni azt a korszakot, amire annyira vágyunk, a békekötés, a megoldás és a megbocsájtás, és a mértéktartás, a józanság, a szelídség, hogy te ne bánts másokat, hogy ne tépd le a virágot. Mondjuk, ha elmész kirándulni, kérlek, könyörgöm, ne tépj le semmit, hagyd ott, hagyd élni őket a természetben. És egyébként szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember ne fogyasszon húst. Én erre rájöttem, sokkal tisztábbnak, kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, amióta nem eszem húst, és az ember sokkal szelidebbé válik. Nem leszel agresszív, hanem sokkal jobban fogod szeretni a természetet, az állatokat, kinyílsz, megnyílsz, és odaadó leszel. És rájössz arra, hogy mennyire csodálatos ez az élőhely, mennyire gyönyörű ez a bolygó, mennyire sokszínű. Tudtok még egy ilyen bolygót mondani, ahol ilyen sokszínűség és gazdagság él természetben? Tudtok még egy ilyen helyet mondani, ahol ilyen csodálatos a napsütés, ahol olyan gyönyörűek a tavaszok, amikor minden virágzik, amikor kirügyeznek a fák. Tudtok olyan helyet mondani, ahol olyan jó kifeküdni a rétre, és élvezni a napsütést, és ahogyan a szél fújdogál, és csend van, és ahol a madarak csicseregnek, vagy ahol még tiszták az élő vizek, ahol azért jó lenni, jó ide hazajönni, jó, hogy létezik ez az élőhely. Jó, hogy ismerhetjük egymást, jó, hogy beszélgethetünk, jó, hogy békét köthetünk. Ez a lehetőség él. A lehetőség az mindig megvan, csak élnünk kellene vele. Szóval ez egy kincs, ajándék, adomány. A Földet mi adományként kaptuk, de adományként kaptuk az életünket is, és azt is, hogy gondoskodhatunk egymásról, és az egész bolygóról. Hát tegyük meg, és jussunk el odáig, hogy ne csak néhány embert vegyünk alapul, hanem vegyünk mindenkit, hiszen a másiknak, a harmadiknak, a negyediknek, és a 7 milliomodik embernek is arra van szüksége, ugyanarra, amire neked. A szeretetre, az összefogásra, a békére, a nyugalomra, és arra, hogy itt ilyen igazi rokonságok, családok, nagy családok létezzenek. Lehetne akár ez az egész Föld egy nagy család? Lehetne mindenki rokon? Teljesen felesleges szerintem ilyen eredetvizsgálatokat csináltatni, meg azt megnézni, hogy ki honnan származik, meg kikinek a rokona. Hát szerintem mindenki mindenkinek a rokona, és mindenki ugyanonnan származik. És tudjátok, hogy honnan? Mindenki a szeretetből származik. A szeretetből, a jóságból, a békés állapotból, a nyugalomból. Éppen ezért mindannyian egyek vagyunk. És mindenki ugyanoda igyekszik vissza, mert igen, elhidegültünk, mert eltértünk a rendtől globálisan. Bár nagyon sokan vannak, akik már nagyon csodálatos szemlélettel élnek, és tesznek, és hisznek, és arra buzdítják a többieket, hogy ők is így legyenek. Hogy legyél te is ilyen.
Hidd el, hogy sokkal jobb, sokkal csodálatosabbak a hétköznapok. Olyan jó, és az ember egy kicsit így felszabadul, nem kicsit, nagyon. Én tegnap meghallgattam egy olyan előadást, amitől olyan sok pozitív energiát kaptam, és annyira hálás vagyok ennek az előadónak, hogy el sem tudom mondani, mert rokonságra leltem benne. Csodálatos az, hogy ilyen sok ember tesz, és hogy ilyen sok előadó van. Én nagyon-nagyon sok előadást végigtanulmányoztam, nagyon sok rokonságra, ikerségre leltem, és ez fantasztikus. Szerintem az ikerség, az analógia, az egyformaság, az együttesség menthet meg bennünket, hogy te a másikban azt vedd észre, ami közös, és ne azt, hogy mi az, ami nem. Mert én úgy gondolom, hogy minden lehet közös. Minden. De ez az egész bolygó közös. Globális közösségben élünk. Így remélünk. És így cselekszünk. De ahogyan mondtam, nem csak várni kell. Az aranykort meg kell teremteni. És mi lehetünk azok, akik megteremthetjük. Te is, meg mindenki, bárki. És ez ebben a legcsodálatosabb dolog, hogy te is egy tevőleges ember vagy. Te is tehetsz azért, hogy itt jobb legyen. Milyen jó, hogy te is egy megmentő személy vagy. Gondolkodj magadról úgy, hogy te is messiás vagy. És ha mindenki messiás, mert én hiszek abban, hogy mindenki az, akkor megmenekültünk. Akkor létrehozzuk azt, amit szeretnénk. Mindenki messiás, mindenki megváltó, mert mindenki tehet jót. Mindenkiben ott a szeretet csírája, a magja, csak fel kell nevelni, öntözni, ápolni, és nagyon szeretni. Szeretni, hogy van szeretet. Szeretni, hogy van megoldás. Szeretni, hogy ez a föld igenis megmenthető, jobbá tehető, és hogy együttességgel létezhetünk. Csodálatos, hogy van alternatíva. Csodálatos, hogy megvan a másik oldal is. Most gondoljátok el, ha egy olyan földön élnénk, hogy egy olyan élőhelyen, ahol csak negatívum létezne, és nem lenne ott megoldásként a szeretet, az összefogás, a józanság, a megbocsájtás. Akkor mit csinálnánk? Hát lehet, hogy van ilyen élőhely, de milyen jó, hogy mi megkaptuk a szeretet lehetőségét. Milyen jó, hogy oda tudunk fordulni egy másik emberhez, és meg tudjuk fogni a kezét, és ki tudunk egyezni, és békét köthetünk, és megbocsájtással élhetünk. A megbocsájtás nagyon-nagyon sok energiát szabadít föl, én is ezt gyakorlom 4-5 éve, és nagyon sok ilyen megbocsájtó technikát ismerek, vagy azt mondom, hogy én nagyon sokat használom, kamatoztatom ezt, és több emberrel is próbálom ezt létrehozni, mármint azt, hogy egyezzünk ki, hogy beszélgessünk, hogy üljünk le, hogy nézzünk egymás szemébe, és fogadjuk el a másikat, mert szerintem az elfogadás is nagyon sok pozitív energiát szabadít föl. És mindenkinek a szeretete. Ha globálisan, átfogóan vizsgáljuk ezt az egészet, akkor én úgy gondolom, hogy belénk fér ez az egész világ, és át tudjuk ölelni, át tudjuk fogni. Olyan jó az egész világot szeretni, olyan jó globálisan gondolkodni. Szerintem ez csodálatos, nagyon jó kitekinteni. Nagyon fontos, hogy az ember mindig egy kicsit tágítson ezen a körön. Még jobban, és még jobban, és még jobban. És egyszer csak eljutsz oda, hogy már az egész bolygóról gondoskodsz, felügyelsz, és mindenkit szeretni tudsz, és mindent, ami itt fellelhető. Nagyon csodálatos az, amikor ilyen sok mindenről gondolkodhatsz, és ilyen sok dolgot vizsgálhatsz meg. Nagyon jó, nagyon jó. Tehát én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember állandóan kutakodjon, hogy nézze meg, hogy mi van itt. Egyébként én azt is szoktam gyakorolni, hogy én olyan dolgokkal kezdtem el most foglalkozni, vagy mondjuk úgy, hogy olyan témákkal, amelyek igazából engem annyira nem érdekelnek, vagy azt is mondhatnám, hogy vannak olyanok, amiket hát annyira nem kultiválok, de mégis ráveszem magam arra, hogy nézzem meg, hogy vizsgáljam, hogy hallgassam meg legalább. És meghallgatom, és rájövök arra, hogy hát gyerekek, hát ez csodálatos, hát ez mégse olyan, mint aminek gondoltam. De egyébként ugye ebbe az is van, hogy nagyon sokszor olyan dolgokra mondjuk azt, hogy nem jó, nem tetszik, vagy nem szeretjük, akit vagy amit nem is ismerünk. Hát
olyan dologra nem mondhatjuk. És ugye, amit mondtam az internet korában, vagy ebben a digitális korszakban, amiben élünk, hogy ugye nagyon sok mindent csak az interneten látunk, de nem megyünk közelebb, nem nézzük meg élőben, nem nézzük meg a valóságot, hanem az interneten ítélkeznek nagyon sokan, és ez tök nem jó. És olyan jó lenne, hogyha nem lennének negatív hozzászólások, vagy például nem lenne dislike. Én azon gondolkodtam múltkor, ha csak egy pólus élne, a szeretet rendjében élnénk, akkor nem lenne dislike, csak like. És minden tetszene, mert minden jó, mert minden csodálatos, és minden hasznos. Mindenre szükség van, ami szeretetből születik. Természetesen, ami nem, arra egyre inkább nincs szükség, tehát a negatívumra már nincs szükség. Köszönjük szépen, abból már volt elég. A szeretetre van szükség, a jóságra, a pozitívumra, a békére, a hitre, arra, hogy belül nyugodjunk meg, és hogy mindig, minden nap úgy keljünk föl, hogy csodálatos ez az élőhely, csodálatos ez a Föld nevű bolygó, és hogy mi ma mit tudunk azért tenni, hogy megmentsük, hogy még jobban vigyázzunk rá, és hogy így adjuk át. Mert hát utánunk is fognak jönni. Most gondoljátok el, hogy akik 20-30-40 év múlva fognak csak leszületni a földre, ők milyen földet fognak itt találni? Hát teljesen felborult már a rend. Olyan világban fognak élni, ahol már mondjuk csak 2 évszak van, és nincs már tavasz, nincs ősz. Egyébként szerintem a tavasz az egyik legcsodálatosabb évszak, és én az őszt is nagyon szeretem. Mert van benne valami misztikum, valami titok, olyan kicsit olyan sejtelmes. Én nagyon-nagyon szeretem az őszt, és szeretem azt, amikor egy picit olyan hűvösebb van, és már egy picit úgy elbújik a nap. Nagyon szeretem a fa leveleket, és ilyenkor sétálni az erdőben, a csendben, csodálatos, gyönyörű. Most gondoljátok el, hogyha nem lesz ősz, akkor hogyan éljük át ezeket az érzéseket? Nagyon fontos, hogy legyenek érzelmek, hogy szeretettel és szerelemmel éljünk. Legyünk szerelmesek a világba, a természetbe, mert ez egy igazi kincs. Olyan csodálatos, annyira gazdag, és olyan színes. És annyi minden nem ismerünk még. De ha a globális felmelegedés, és a globális elhidegülés ilyen méreteket ölt, akkor hogyan fogjuk megismerni azt, ami már nem lesz? És nem tudjuk visszahozni, nem tudunk mindent visszahozni, nem tudunk mindent újraépíteni, hiszen ami már nincs, abból hogyan kreálsz valamit? Azt kell megtartani, és azt kell megmenteni, és megismerni, ami van, ami felelhető. De minden van, és minden a miénk, minden a mi örökségünk, és ajándékunk. Az ajándékodra is vigyázol, nem? Hát, ha kapsz valamit, akkor az becsben tartod. Igen, ez a legfontosabb, hogy becsben kell tartani a Földet, és egymást, és mindent, és mindenkit, az Istent. A hazát, a békét. Tartsuk becsben a békét. És azt, hogy itt vagyunk. Hogy ilyenek vagyunk. Hogy jó szolgálatisággal élhetünk. Ez a legfontosabb. A szolgálat. Hogy szolgáljuk a rendet. De ne az anyagi világot. Mert az nem hasznos, az nem visz előre. Annak ez lesz a következménye. Látjátok, megvan a következmény. Ez az. Ez az. Mert mindennek van ok-okozati összefüggése. És ezt hoztuk létre sajnos. Nem szerepeltünk túl jól, mert ha így lett volna, akkor most nem lenne annyi gond. Ez a tükör, ez a valóság egyenlőre, de nagyon sokat tehetünk azért, hogy tisztára és fényesre töröljük a tükrünket, a globális tükrünket, hogy már sokkal szebb legyen a következmény, sokkal békésebb, józanabb, nyugodtabb, meghittebb. Szerintem nagyon sok ember a meghittségre vágyik, én is. Globális meghittségre lenne szükség. Milyen jó lenne ideig eljutni, és nyugodtan álomra hajtani a fejünket. Milyen jó lenne, ha ez az egész bolygó megnyugodna, és meggyógyulna. Őt is meg kell gyógyítani, hiszen a Föld élő egység. Ő is egy élő lény. Gondoltál már úgy a Földre,
hogy ő is egy élőlény, ugyanúgy, ahogyan te, vagy egy másik ember? És ha mást sem bántunk, és önmagadat sem, akkor a földet miért? A természetet miért? Az állatokat miért? Ők is ugyanúgy megérdemlik a szeretetet, ők is ugyanarra vágynak, amire te, vagy mi, és mindenki. Néha szerintem ezeken is el kell gondolkodni, és nem csak azon, hogy hol vannak akciós termékek. Én mindig azt javaslom, hogy dobd ki a televíziódat, ne is vegyél, ne nézd, hanem menj ki a természetbe, és csodáld. És gyere rá arra, hogy mennyire fontos. És milyen jó, hogy van, hogy körülvesz, hogy benne létezhetünk, és általa, és az Isten által. Ne felejtsük el őt, mert ő felügyel, mert ő annyi szeretetet adott. Nézzétek meg, hogy mennyi mindent adott, tulajdonképpen mindent. Minden fellelhető, minden a rendelkezésünkre áll. De mi nagyon-nagyon sokat hibáztunk. De jóvá érhetünk, mindig lehet jobbítani, napról napra jobb emberekké kell válni. Ez a cél, ez a feladat, ezért jöttünk ide, hogy ilyen isteni lényekké váljunk, akik szeretők, akik elfogadók, akik nagyon toleránsak, humánusak, és akik nagyon szeretik ezt a világot, és benne mindent és mindenki, aki és ami itt fellelhető. Hiszen az Isten szeretete végtelen. Ő így él, ő így gondolkodik. Vegyük át az isteni gondolkodásmódot, és legyünk mi is ilyenek. Hasonlítsunk rá. Ha tényleg a képmására lettünk teremtve, akkor hát tegyünk is úgy. Akkor tényleg legyünk olyanok. Mert olyanok tudunk lenni, mint ő. Olyan csodálatos ráhasonlítani. Nekem ez a legfontosabb adomány, hogy lehetek olyan, mint ő. Meg te is, meg mindenki. Mindenki lehet tökéletesen elfogadó, és tisztán szerető, és olyan, aki nem bánt, és olyan, aki nem ítélkezik. Szóval elérhetjük ezt az állapotot, ne gondoljátok azt, hogy nem. Pontosan az a célunk, hogy elérjük ezt az állapotot, ezért jöttünk ide, hogy mi is olyanokká váljunk, isteni lényekké, akik nagyon-nagyon sokat tesznek a Földön azért, hogy megmeneküljön a mindenség. Örökítsük át mi is, így, adjuk át úgy ezt az ajándékot, ahogyan kaptuk, nagyon szépen, nagyon tisztán, tisztítsunk, belül is, kívül is, mindig és mindenhol. Nagyon fontos a tiszta létmód elérése. És ha így cselekszünk, akkor szerintem nem kell már beszámolni arról, hogy milyen rossz dolgok, negatív dolgok történnek. Egyébként én azon is szoktam gondolkodni, amikor azt mondják, hogy a globális felmelegedést ugye az emberek okozták, hogy ez egy kicsit olyan, szóval hogy ilyenkor az ember lehet, hogy úgy szégyelli magát, hogy mit okoztunk mi emberek. Bár megmondom őszintén, hogy én például nagyon-nagyon igyekszem azért, hogy ne szennyezzem a környezetemet. Én például nem dohányzom, nem használok káros anyagokat, nagyon minimális eszközökkel működöm, nem fogyasztok olyan anyagokat, amelyeket ugye nagyon sokan. Tehát én nagyon-nagyon tiszta életet próbálok élni, érzelmileg is, és mindenhogyan. És próbálom ezt a tisztaságot átadni, hírelni, elmondani, és valahogyan elültetni a szívekben. Nagyon fontos, hogy a szívekben legyen béke, tisztaság, szeretet, mert ha onnan áramoltatunk, ha onnan adjuk át a szívünkből ezt a nagyon sok szeretetet, higgyétek el, hogy megtérül, és látszódni fog. Legközelebb már, vagy a jövőben, de az lenne a legjobb, hogy a jelenben már a szeretet lesz a következmény. Vagyis az, hogy hazaértünk, vagyis az, hogy megtértünk, nagyon pozitív személyekké váltunk. Adjuk át ezt magunkból, legyünk így, és legyen globális béke, legyen globális ölelés, és ne felmelegedés, és ne elhidegülés. Mert ez a kettő üti egymást. Ellentétek, szélsőségek. De nekünk a középutat kell megtalálni, a biztonságot, a benső magot, és a hitet, és őt, meg mindenkit. Azt, ami tovább tudja örökíteni ezt az egész létezést. Mert élni jó, cselekedni
hasznos. Mert olyan jó, hogy itt lehetünk. Olyan jó, hogy tehetünk. És hogy a munkánknak, a pozitív cselekedeteinknek van eredménye. Hiszen annak is van. Van egy olyan gondolat, amit, hát nem is tudom hány évvel ezelőtt írtam le, még amikor csak néhány mondatos gondolatokat írtam, hogy ha a rosszat meg tudtuk teremteni, akkor a jót is. Hogyha tudsz bántani, akkor szeretni is. De inkább a másodikat válaszd. Az első sosem jó. Ha jók is tudunk lenni, akkor miért bántjuk egymást? Ha szeretni is tudunk, akkor miért nem tesszük? Ha át is tudjuk egymást ölelni, akkor miért van viszály? Ha egymás szemébe is tudunk nézni, akkor miért fordulunk el? Látjátok, ez mind ellentét pár. Mindegyik egyfajta állapot, de az egyik ilyen, a másik olyan. És hatalmas nagy szakadék tátong a kettő között. De mégis az egyik pozitív, a másik negatív. Így épül fel a világ polaritásból. De ahogyan mondtam, mi egypólust kovácsolhatunk, és lehet az, hogy csak összefogunk, és csak szeretjük egymást, és csak jó minden. Van ilyen állapot, mert ebből jövünk. Mert ebből származunk, mert a mi alapvető eredeti tulajdonságunk az ilyen. Mi szerető lények vagyunk, humánusak, akik nagyon sokat tehetnek azért, hogy tényleg így is legyünk. Hogy globális áldás legyen. Adjunk mindent vissza, vagyis, hogy áldjunk, vagyis, hogy adakozzunk, és ne vegyünk el többé. És ne láncoljunk le, és ne kössünk, és ne szerezzünk, és ne birtokoljunk, hanem támogassunk, támogassuk ezt a helyet, mert igenis szüksége van rá. Ma nagyon nagy a szükségre való igény. Mert mindenkinek szüksége van valamire, ahhoz, hogy itt helyet tudjon foglalni. De nem az anyagiakra, hanem a szeretetre, és az összefogásra. És arra, hogy megnézzük, hogy ki hogyan van. És hogy megnézzük, hogy hogyan van ez a Föld nevű bolygó. Hogy tőle is kérdezzük meg, hogy hogy vagy? Jól vagy? Biztos, hogy jó így? Nem bántottunk már eleget? Igen, ez jó. Kérdezzük meg tőle is. Az élőhelyünktől. Vagy a természettől. Menjünk ki, mondjuk egy rétre, és kérdezzük meg, akár belül, akár kívül, az ott élő növényektől, vagy menjünk ki egy erdőbe, és kérdezzük meg a fáktól, hogy ti hogy vagytok. Jól? Mindenetek megvan? És a világnak, a létezésnek, a nagy egésznek, vajon ő hogy van? Jól vagyunk? Biztos, hogy jól vagyunk?